Én tök őszintén mondom, hogy mi fog történni, mágiarakást készítünk, és ez lesz nekem is az első alkalom, és így összepakoltam, az előbb mondtam el a Ricsinek, hogy tényleg, hogy mi alapján készül el. Szóval ez itt a bejgli töltelék receptem, a dió része, ez itt az almatart receptem, tegnap este lesütöttem egy kalácsot, Agriki követinstán látta a sztoriban is, és ez pedig az angolként receptem, mert megnéztem, miből áll a mágiarakás, én pedig összeraktam a saját receptjeimből, úgyhogy kezdjünk is neki. Indulhat az angolkrém, ami igazából egy picikét sunyi angolkrém lesz, mert igazából a tej-tejszín keverékét azt felmelegítem a cukorral, elkeverem a tojással, de nem főzzük, hiszen úgyis majd a sütőbe kerül. És várunk. Még fel nem forr. Ha szépen kezd forrni, ugye nem felejtjük el az alapvető szabályunkat, hogy hőkiegyenlítést végzünk, tehát a tojáshoz egy picikét hozzáadunk, hogy ne legyen rántotta. És ninja mozdulatokkal beleöntjük, majd addig a másik kezünkkel lekapcsoljuk a lángot. És az alapunk kész is van. Most ebben nem véletlenül raknom fűszereket, mert majd jön a többibe. És nem szeretném, hogy azért elnyomja az ízét. Jöhet az alma töltelék, tehát ezt majd egyébként akkor tényleg almás pita meg tárt receptre is tudjátok majd használni. Hát ezt ki nem találtak, az almát meg kell pucolnom, és kockára kell vágnom. Elkészült az alma alap, simán ráöntjük a cukrot, egy picike vajat, jöhet egy kis fahé, megérkeznek a fűszereink. Annyira illatod van. A fahé és a vanília kombinációnál egyszerűen tényleg nincsen jobb. Nem mondjuk az alkoholtartalma, megint kezdem. És egy picike kis vanília eszencia. És most jön a lényeg, hogy nem simán párolom, hanem készítek egy úgynevezett tártust, és mindezt azért teszem, hogy az ízek koncentrálódjanak. Ez nagyon-nagyon tudom, nagyon profi hangzott, de tényleg így van. Ezt félbehajtom, megint félbehajtom, megkeresem úgy nagyjából a középpontját, vágunk egy félkörívet, és valahol azért a gőznek is kell távozni, úgyhogy itt a közepét megcsippantjuk. És induljon a buli. Amikor már elkezd forrni, na onnantól kell majd nekünk számolni egy olyan 10 percet, tehát akkor még ropogós marad nekünk az alma, viszont az íze pedig szépen és finoman benn marad. Tényleg szuper jó lesz. Addig elpakolok, és én azon gondolkozom, hogy hát kezdjük el a diókrémet is, utána pedig már csak így összeállítjuk. Értitek így? Tök jó, mert karácsonyra rengeteg sütőformát kaptam anyukámtól, iszonyú jó fej, megvette a boltban, pontokból nyilván, jó magyar anyuka lévén, de az, ami mindig csak ilyen hihetetlen nagy láposaim vannak, tehát ebből is látszik, hogy miket szoktam főzni, de ebből fogom elkészíteni a diókrémet. Ehhez pedig az alapokat, tehát a tejet, cukrot, mézet, és ne felejtsétek el, ez pedig kiváló bejgli, babka, kalács, igazából bármilyen keltészta töltelék tud lenni. Kicsi citromhéj. Vajacska. És ezt most forraljuk. Ez itt az alap. Valamitől krémesnek kell lenni a diónak. Szokásos gőzpakolásom. Jöhet hozzá a dió. Jó kis őrölt dió. És én most nem mazsolát választottam ezen, hanem lehet kapni mediterrán mixnek nevezett történetet. És hát nem látjátok, de hát nyilván van benne rum. Tehát egy éjszakát ázott rumban. Ez is jöhet hozzá. Anisz! Forgatunk! Picikét visszatesszük, és ameddig megszívja magát a dió, addig alacsony lángon még főzzük.
én ezt magába meg tudnám enni. Tehát én ezt magába tudom enni, hogyha kihűl. Itt ez még itt rotyoggat. Most azt nézem, hogy mindent átlátsz. Ti is láttok mindent? Hát ti majd úgyis a vágott verziót láttok, úgyhogy hiába kérdezem. Na, tehát a pontokból szerzett gyönyörű kis sütők lapocskám. És itt van a tegnapi kalács. Hát most nem fontam meg, mert ugye tudtam, hogy nekem csak arra van szükségem, hogy simán felszeleteljem. És körülbelül 1 centi vastagságúra felszeleteljük. Elfelejtettem a vajat. Tehát azért kivajazzuk. Új, úgyhogy nem bízok benne. Hozok vajat. Nem csak, hogy mágiarakást most készítek először, hanem ezt is mostogatom fel először. Milyen jó, hogy a családban van egy mániákus pontgyűjtő. Tényleg ez az anyukám. Jöhetnek a kis kalácska darabok. Tartunk egy kis minőségügyi ellenőrzést. Nagyon éhes vagyok. Ilyen finom lett. És ha megvagyunk a kalácssal, ugye most már kihűlt nekünk az alapkrémünk is. Szépen, várj, ti nem fogjátok látni. Így, kamerabarát módjára. Ráöntjük. És ameddig megszívja magát, én megeszem a kalácsot. Körülbelül 5-10 perc. Látjátok, most mennyire jobban szívja fel, szerintem alig van. Jöhet a diókrém. A diókrém után jöhet az alma. Tényleg brutális illata van így, hogy a kártusban készült el, és ugye még ropogós is maradt. Jaj, de meleg vagy, Margit! Na, most, hogy készítettem egy kis káoszt itt, de milyen szépen el van rendezve. Minden bekerült a tepsibe. 180 fok. Előmelegített sütő, természetesen légkeveréses. Az alapot kb. 20-25 percig sütjük, majd utána tesszük rá a felvelt fehérjét. Na, megpróbálom megúszni gőz nélkül. Tök jó, hogy kisminkeltek. Ugye az alap gyönyörűen megsült. Nálam 25 percet van bent a sütőben. És a tojás fehérjét önmagába felverjük. Nyú, ez pikpak még van. Mint a borotva hab, ugye. Így nézen ki, pláne, hogyha önmagába verjük fel. És akkor van itt nekem kis házi sárga baraszlekvárom. És egy picikét adok még az életérzésnek, ha már nincs benne elég kalória. És nagyon vékonyan lekenem még. És ugye közben lehet látni, hogy annyira jól karamellizálódott egy picikét az alma is, meg a dió is. És a maradékot pedig két evőpan alatt pontosabban, ezen már túl sok lesz. Hagyományos régi nagymama módszerrel átforgatunk. És ráhelyezzük a tetejére. Habosabbra szeretnénk, akkor persze csak verjünk fel tojásfehérjét, de így a receptben pont amennyi tojássárgát elhasználtunk, pont annyi fehérjét is. Irány vissza a sütő, ugyanúgy 180 fok, hiszen ennek is meg kell sülni, és körülbelül 10-12 perc alatt kész is. Jaj, de szépen fel vagy púposodva. Hát ezt most még nem vágjuk, hiszen ennek ki kell hűlni, és akkor lesz már szép szeletelhető. De az elég jól néz ki. Hát az illatát azt meg hagyjuk is, mert átvette az egész lakást.